Azért tiltakozunk, mert alapjába véve Ukrajna a külföld irányába deklarálja, hogy végrehajtotta a Velencei Bizottság határozatait. A lényegi kérdésekben viszont semmi változás nem történt. Ráadásul az egyik törvény által egy másik törvénnyel még hátrányosabb helyzetbe hozzák a fiatalokat. Egyrészt ugye a Velencei Bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a magánoktatási intézményekben az oktatás nyelvét megválaszthatják a fenntartók és az alapítók. Ezt ők úgy írták elő a törvényben, hogy megválaszthatják ugyan, de az érettségit az ukrán állami nyelv C1 típusú nyelvvizsgájának megfelelő ungvarán irodalmi standardot kell elsajátítani a gyerekeknek. Vagyis Székelyány esete adtam is, meg nem is, kötelezi őket, hogy úgy tanuljanak. Tehát bevezeti a kisebbségek számára a cenzust, ami azt jelenti, ha anyanyelveden akarsz tanulni ukrán állampolgárként, akkor fizesd ezt meg, de a végére tudd úgy az államnyelvet, mint egy ukrán anyanyelvű iskolás egyrészt. Másrészt a nyelvpolitikáról szóló, államnyelvről szóló törvénybe törvényi rangra emelték azt, hogy az érettségi felvételi vizsga minden tárgyból csak ukrán nyelven történhet. Tehát eleve a nyelvpolitikáról szóló törvény cikkeje megsemmisíti azt a lehetőséget, hogy valaki anyanyelvén és anyanyelvéből érettségizhessen. Nagyon ravasz játék, amit mi így nem tudunk elfogadni, hiszen egyrészt megsemmisíti az anyanyelvű oktatás lehetőségét, másrészt én, aki a szovjet rendszerben oroszul tanítottam magyarokat, tudom ennek az effektivitását. Nem lehet biztosítani azt a minőségi tudást más nyelven a gyerekek számára, mondjuk matematikából és számos természeti tudományból, amire nekik szükségük lenne, hiszen átlagdiákot tanítunk, nem pedig kiemelt tehetséges gyerekeket, akik önként akarnak egy másik nyelven tanulni. Ezért mi ezt jogsértőnek tartjuk továbbra is, és arra szeretnénk felhívni a közvélemény és a világ figyelmét, hogy itt egy nagyon furcsa kettős játszma zajlik, ahol a deklaráció szintén Európa felé törekednek, arra felé indexelnek, és közben pedig teljesen más irányba fordítják az ukrán államnak a szekerét. Jó lenne, hogyha tényekkel szembesülne Európa, tényekkel szembesülne mindenki, aki a mi helyzetünket esetleg figyeli. Azt a törvénytervezetet az előző Poroshenko által vezetett koalíció és többségi nemzet, és annak a legszélsőségesebb nacionalistái terjesztették be. Ezt most nagyobb szavazatarányba szavazták meg, mint az előterjesztést az első olvasatban. Tehát a végszavazásnál nemhogy a frakció, a többségi frakció, ami ugye a népszolgálja pártot jelenti, és nekik abszolút többségük van a parlamentben, hanem pluszban még más frakciók is megszavazták. Legnagyobb sérelem számunkra az, hogy az összes kárpátaljai képviselő, akik állítólag velünk lojálisak, akikkel évszázadokon keresztül együtt élünk, akik tudják, hogy ha ilyen törvényt alkalmaztak volna velük az együttélés évszázadati alatt, ami 25-30 generáció, akkor ők már régen nem beszélték volna az anyanyelvüket.